Üdvözlöm a kedves nézőket! Újabb helyszínen vagyunk, hadd mutassam be önöknek Sturzolós bácsit, bár azt hiszem, hogy ez teljesen fölösleges volt mondanom, hiszen nem igazán kellene őt bemutatni. Vele próbálunk most egy kicsit az életéről beszélgetni, reméljük, hogy legalább annyira tartalmas és érdekes lesz a kedves nézőnknek, mint a korábbi riportalanyaink, és hát természetesen majd folytatjuk a sort a falu idősebb embereivel is. Lajos bácsi! Hány éves Lajos bácsi? 90, azt is mondhatnám, hogy 93, azt is mondhatnám, hogy 94. Ez hogy jön így össze? Úgy, hogy szeptember 6-án töltöm a 94-et. Aha. Hát gratulálok igazán. Hát, jó egészségben a 94-et. Minek tudja be Lajos bácsi, hogy 94 évesen is ilyen, hogy úgy mondjam, üdén és frissen tudunk beszélgetni? Elsősorban a rendes, normális életnek, másodszorban a nagyon sok munkának. Ez a munka, ez az asztalos mesterségben? Egy kádár vagyok. Kádár? Kádármester. Ez meg még igazibb. Tessék? Még igazibb, mert azért egyre kevesebb kádármester van már Magyarországon. Mivel foglalkozott a kádármester régen? Mivel foglalkozik ma? Gondolom ugyanazzal, de azért mégsem. A kádármester tulajdonképpen a szőlős gazdákat szolgálja ki. Hordót, a szőlőhöz való, ugye, hordót, kádat, puttont, mi ilyesmit, ami a szőlő, kisebb-nagyobb hordót, ami a szőlő, ami a bortermeléshez szükséges. Lajos bácsi ma is dolgozik, még ma is készít? Hát most már nem. Most már nem. Nem. Most már nem. Nem. Van, aki átvette a kádármesterséget? Sajnos nincs, aki átvegye. Nincsen. Nincs is érdeklődő. Igazándiboló. Hát éppen szó volt róla, hogy olyan csodálatos, hogy tulajdonképpen a szőlő, kezdik a szőlőtermelést egy kicsit fokozni, és nem tudom, hát például a környékben, hát itt Cibakházán van még egy másik időkádár, de az is már 70-valahány éves ember. Lajos bácsi, hogy lesz valakiből kádár? Hát úgy, hogy például nekem az édesapám is kádár volt. Tehát ilyen családi? És aztán hárman voltunk testvérek, és mind a hármunk kádár lett. Sajnos már kettő meghalt. Én magam maradtam egyedül a testvérek közül. És mi a titka egy jó hordónak, Lajos bácsi? Hát egy jó hordónak az a titka, hogy azt rendesen, lelkiismeretesen megcsinálni. Miből készül? Milyen fát kell hozzá? Gondolom azért az sem mindegy. Hát tulajdonképpen az eredeti a tölgyfa. De ugye például ezen a vidéken, ahol a szőlők közt rendesen voltak eperfák, mert ugye divat volt az eperpálinka, és az eperfák, amikor kiüregettek, abból is csináltunk hordót. Az is nagyon jó volt. Akkor az sem mindegy, hogy a hordó minek készül, hogy bornak-e vagy pálinkának? Van mindegy. Ilyen? Tulajdonképpen mindegy. Tulajdonképpen mindegy. Csak például a pálinkának annyi különbség kellett, hogy ugye a hordó tulajdonképpen amikor a jó hordót, amikor elkészítettük, azt ki kellett forrázni. Mert ugye a tölgyfa nagyon fog. Például a mi kezünk állandóan olyan barna volt, mint a kéminkotrói, nem. Mert ugye a tölgyfa nagyon fog. És azt ki kellett forrázni, kihidegelni, és úgy lett belőle rendes hordó, rendes bortartó. Lajos bácsi, mikor volt itt igazán ezen a környéken nagy szőlőtermesztés, amikor a kádár szinte egy nappal átéve hordókat készített, mert annyi szükség volt rá? Hát ezelőtt hosszú évekkel. Például én itt Cibakházára jöttem 31-be. És akkor rendes, éppen a múltkor is szó volt róla, hogy olyan szüretek voltak, hogy nagy szüretek termelték, és valahogy most visszaesett. Hát például éppen a múltkor hallottam, hogy Cibakházán, aki hát elég sok, körülbelül majdnem 20 holt szőlő gondozatlan. Ott van gondozatlanul.
Ez egy kádármesternek valahogy mindig fáj, ugye, egy kicsit, mert azért a kádármester hozzánőtt a szőlőhöz is, még ha nem is termesztette konkrétan. Hát igen. Meg hát csak voltak kádárok, akinek voltak kis szőlője is. Hát mondjuk nekem nem volt, mert nem volt rá időm se, hogy bajoljak vele. Lass bácsi, melyik volt az a legnagyobb hordó, amit életében elkészített, amire a legnagyobb, leginkább büszke vagy valami ilyen? Hát például tulajdonképpen itt Szibakházán nem nagyon kellett a nagy hordó. Itt nem kellettek csak a 3-4, esetleg 6-8, de én Szibakházán csináltam 20 hektós hordót is. Az illetőnek. Azt úgy hogy tudjuk elképzelni, hogy az úgy mekkora, ha mondjuk a talpára állítjuk a hordót? Hát a talpára állítva 180 centi magas csak. Az már azért takaros. Igen. Méretű. Az hova került ide a TSZ-be? De aztán úgy hozta a helyzet, hogy 70, illetve 57-ben, amikor nagyon zavaros lett a helyzet, és aztán úgy, hogy annyira kevés volt a munka, hogy én elmentem Újbögre az állami gazdaságba dolgozni. Ott dolgoztam 6 esztendeig. Ott aztán javítottam a 20 hektótól a 90 hektósig. Uh-huh. Az már nagyok. Azok már érdekes építmények, ugye? Szinte hát egy nagy építmény. Igen. Gyönyörű szép hordók. Hát például az állami, az újbögi állami gazdaságban 9000 hektó hordó van, és én azt tartottam rendben 6 éven keresztül. Utána, amikor 67-ben nyugdíjba mentem, aztán idehaza is tovább csináltam a hordókat, megjavítottam, és aztán körülbelül egy olyan 6 évig még, amikor hát már ritmus, a szívem megunta, ritmuszavarom lett, bekerültem a kórházba, és aztán azóta nem ilyen foglalkozok ilyen nagy hordókkal. Más apróságot csinálok. Lajos bácsi, munkafogásban miben különbözik a kádár meg az asztalos mondjuk? Mit kell mondjuk más tudnia egy kádárnak? Hát nagyon más. Ugye fával foglalkozik, meg a végtermék is más, de közben azért... Nagyon más. Hát elsősorban például az asztalosipar nem foglalkozik kemény fával, csak nagyon ritkán. Uh-huh. A fenyőfával foglalkozik, fenyőfa. Uh-huh. A kádár az meg inkább ugye a kemény fával. A kádár az kemény fával, mert a hordót csak kemény fából lehet csinálni. És az hogyan lehet megcsinálni ezekből a kemény fákból, hogy az olyan szép íves legyen az a hordó, mert... Hát ugye... Ahhoz kellett a tudomány, a kádárság tudománya. És ez miből állt, hogyha nem vagyok nagyon indiszkrét, hogy kifaggassam Lajos bácsinak a féltett titkait, hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy az ott tényleg olyan íves legyen igazándiból? Hát például, ugye, annak idején, amikor én inas voltam, meg önálló lettem, ugye, mi egész másképp csináltuk. Mert akkor még, hát volt szalagfűrész, de hát nekünk még akkor nem volt. Úgy, hogy mi a fát elhasítottuk, és kifaragtuk dongának. Mi például mi rendesen így tavasszal, télen szereztük be az anyagot. Nekünk be kellett az anyagot szerezni egész évre valót. Hogy az a kemény fa megszáradjon őszre, mire hordót lehessen belőle csinálni. Nehogy szétrepedezzen, vagy valami, ugye? Hogy szétszáradjon, uh-huh. Szétszáradjon. Uh-huh. És ezt gőzölték, vagy mit? Nem, csak... ki volt rakva. Várjon csak esetleg mindjárt, a múlkor került egy fénykép a kezembe. Igen? Na. Közben akkor itt bejöttünk a kádár műhelybe, de Lajos bácsi már hozzá is ki ezt a... Most nézzen ide, így volt összerakva. Ez például a szüleim háza, ahonnan én kisújszállásról jöttem ide. Ez a szüleim háza volt, és így volt a dongán, így volt a dong összerakva. Uh-huh. Egész évben? Vagy egész, egész koratavasztól, amikor kifaragtuk, késő őszig, vagy már így nyár végig, amikor már neki fogtunk csinálni a hordót.
ott Kisújszállás környékén ott nem igazán jellemző a szőlős terület. Kevés szőlő van, de csak van egy pár kis szőlő terület. Igen. És akkor tulajdonképpen ezért esett a választás Cibakházára később, vagy teljesen véletlenül került Lajos bácsi Cibakházára? Ismerettség úrcsán, elég olyan kis fióküzlet volt, de aztán 31-ben én ide kerültem végleg, és aztán itt is hallgattam. Közben megpróbáljuk megmutatni a kamerának is ezt a sikerül bevenni, mert... Igen. Mikor készült ez a fotó körülbelül? Hát ez körülbelül 20-valahányas években. Igen, akkor sikerült körülbelül. Igen. Be tudnánk menni a műhelybe, hogyha... Igen, tessék. Valami érdekességeket, hogyha Lajos bácsi mutatna nekünk. Ugye... Tehát ez itt a Kádár műhely volt. Ez a Kádár műhely. De jobban, mint inkább kint dolgoztunk a szabadon. Ugye itt vannak például a kések, látja, itt vannak a gyalúk, különféle gyalúk. Ez minden, mind más. Például, látja, ez egyenes. Egyenes. Ez már görbe. Aha, az oldala. Így görbe. Ja, meg ott is, igen. Aha. Majd mindjárt. Ez meg már erre görbe. Erre görbe. Ezek kisebbek, ilyen kisebb edényeknek a belső részéhez való. Tehát ezek úgy voltak kialakítva, ugye, hogy a belső ívet szépen ki lehessen vele gyakorlani. Igen, igen. Aztán jön nekem ezek megint a belső ívit gyalult a hordónak. Eztek aztán vannak mindig kisebbek, meg különfélék. De van ilyen kicsi is. Igen, hát ez az igazi kerek gyalult. Én még ilyet nem láttam, megmondom őszintén. Igen, el is hiszem. Ez ugye, ezzel így erre körül gyalultuk. Aha. Ja, tényleg gyújts fel. Jó, köszönjük, akkor egy kicsit jobban igen. Lát a kamera is legalább. Ez is ugyancsak. Ez igen. Is ugyancsak. Aha. Nagyon jó. Igen. Például ez olyan nagyalógyaló, amivel gyalult, nagyoltuk a dongákat. Igen. Aztán mit mondjak, itt van két nagy, hosszú gyalú. Ja, igen. Ez például... Ez jó, majd errébb jövök akkor így, igen. Ez úgy lehetett használni, hogy várjon, csak hol is van, itt van rá. Na, közben itt fészkelődök, nem találom a helyem. Ez le volt így állítva, így le volt állítva. Méretes gyalú. Tessék? Ez már méretes gyalú. Igen. Már súlya is van. Úgyhogy ez például... Aha, tehát ez egy ilyen fordított alapállású. Igen, mert mi a fát nem gyalúpadon gyalultuk, hanem nem a gyalút toltuk, hanem mi a fát toltuk rajta. Aha, igen, igen. Most már látni, hogy... Mi a fát toltuk rajta, mert ugye a hordónak, hirtelen nem tudok még dongát sem mutatni, mert nincsen is már itt. Hát ha dongát nem is, de én itt láttam egy ilyen félkörívet, Lajos bácsi, ez mondjuk nem az, de... Igen. Ehhez hasonló, nem? Volt még itt a bőkörbe. Mert ugye... Ez mondjuk nem donga, de mondjuk... Hát ez például nem, hanem majd mindjárt megmutatom, hogy mi ez. Ez egy lámpa. Aha, szóval ez így körbe hát mondjuk majd. ez már nem a kádársághoz tartozik. Igen. Ezt mindjárt elteszem innen, nehogy a lábunk lesen. Jó.
aztán... Tegye csak lesz. Ide? Itt jó helyen van? Aztán itt vannak például másfél ezer számok. Na persze elhagyott van már minden. Nem kell. Ez is egy, ez például úgynevezett csinvágó. Ez a fenéknek a helyét csináltuk, vágtuk ki. Ja, ezzel. Igen, aha, szóval itt látszik ez a... Uh-huh. Hát persze, ebbe is van, nézze, mennyi fajta. Csak uh-huh. Hát ugye nincsenek használva sporosok. Igen, igen. Úgyhogy aztán, ugye amikor már kimerült, amikor bent voltam a kórházban tulajdonképpen egy hónapi ritmuszavarral, amikor kijöttem, azt mondta a főorvos úr, hogy Stusz bácsi, tudom, hogy szeret dolgozni, a munkát ne hagyja abba, csak a hordó csináló nagy kalapácsot haintsa el. Hát azt elhaintottam, azt nem elhaintottam, csak szépen félretettem. Amíg 62 esztendei volt hőséges társam. Igen? Megvan még ez a nagy kalapács valahol? Meg. Bár akkor emelgetni nem kell, de... Várja, hol is van? Na, itt van. Hirtelen itt meg. Itt van meg. Ez meg a karikahajtó, amelyikkel a... Uh-huh. Lajos bácsi, megmondom őszintén, hogy rápillantottam ide erre a madzagra, és ja, igen. Óriási felismerésem volt. Én ugyanis annak idején, mikor még szakközépiskolába jártam, és azt mondták nekem, hogy körvinkli, akkor jót röhögtünk, és ezek, most látom, hogy ez majdnem az. Ezek azok a modellok, amelyik szerint a hordónak a körévit gyalultunk be. Uh-huh. Ebből, hát most már félre van téve, de ebből volt a ilyen kicsitül egész a... Mert tulajdonképpen ugye nagy kádakat is csináltuk, ilyen 10-20 hektós kádakat, ilyen szüretelő kádakat, azoknak a modelljai ezek. Uh-huh. Igen, igen. Ugye itt megvan a derékszög is. Igen. Meg hát a derékszöghöz hasonló, ez ugye ez már egy nagyobb. Már például mondjuk 20 hektós kádnak a sugara. Aha. Ez a sugara. Tehát ez pontosan be van méretezve, ugye? Tehát, igen. Hogyha valaki ezt követte, nincs, akkor az ehhez, megkapta. Ehhez kellett. Aha. Aha. Ez a sajnálom, hogy már dongát se tudok mutatni, de hát eltelt az idő, nem került rá sor. Igen, igen. Na és aztán tudja, szerettem mindig esztergálni, ott van egy fa eszterga. Uh-huh. És érdekes például, hogy de várom, mindjárt én kabátot veszek, mert itt egy melegen van. Vagy az elején benne lehetem, és hűvös van. Ja, jó, 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 addig kikapcsolatok. Jó, jó. Hát akkor az eredménye. Nem tudom, látszik-e ott, de várjunk, majd leveszem. Ja, ezt a... Azt a... Ez nem volt. Már a vigyázzon. Ezt leveszem elég minden. Látszik az így innen, hogy bácsi, azt be tudjuk venni a kamerával. Igen? Persze. De innen? Hm? Ez például 24 éves koromban Szolnokon volt egy megyei kiállítás. És oda csináltam hordókat. Uh-huh. És a kiállításnak a 6 nagy aranyából egyet én kaptam. Aha, a... és akkor ez ugye az? Ez. Le tudtad venni? Nem tudja. Nagy dolog, ez ugye 1900... Lehet azt venni. Ó, egészen közelre be lehet hozni a kamerával, úgyhogy minthogyha itt lenne a kezünkben, úgy fogjuk látni. Legalábbány ez. Meg poros, ugye hát minden poros. Igen, igen. Tehát 1928. augusztus 26. 12, igen, 28 augusztus. 26-ig, igen, igen. És ugye
nagy arany éremmel tüntette ki. Igen. Kiállítás igazgatója. A kiállított tárgyak szép és jó munkájáért, illetve a mezőgazdasági terményért. Strunc Lajos. Igen. Hát gratulálunk még ezek után is. Ugye az nem most volt. Bizony. 28. Gyors kis számolni, sikerül, akkor 69 éve. Két éve, 62 éves ipari működésemre kaptam arany, hogy is mondják, na, kiváló aranykoszorús mester. Hát igazi mesteremberről. És? Hát Lajos bácsi, mindenképpen. Hát sokat csináltam. Hát Cibakházán 62 esztendeig voltam kádár. És utána, közben 44-ben felállítottam ezt a szalagfűrésznek a gyalogépet, mert akkor már kicsit erőre kaptam. És ezzel a szalagfűrésszel, gyalogéppel, itt például erre a Cibakházán, erre kinted van egy új telep. Mondhatom annak az anyagját, én fűrészeltem, össze meg gyarultam. Szóval nagyon sokat dolgoztam. Na és aztán, amikor azt mondta a főorvos, hogy tegyen fél a kalapácsot, ugye nagyon szerettem ez fa eszterga. Igen, igen. És nagyon szerettem mindig esztergálni. És aztán ezen készítettem én ilyen virágállványt, és aztán körülbelül egy olyan 4 esztendeje, vagy 3 esztendeje jött ide egy földvári házaspár, ezek ilyen természetgyógyászok. És azoknak készítettem, és csodálatos, hogy nem tudom megmutatni, mert tegnap adtam oda a legutolsó. Egy ilyen lábgurigát. Tehát ilyen masszírozó. Ilyen lábmasszírozó. Aha, aha, aha. Igen. És utána az ősszel, például itt van a Tisza cipőgyár nem messze. Annak az egyik dolgozója jött ide, és mutatott, mindjárt megmutatom, hogy mit. Egy ilyen gerinc masszírozót. Uh-huh. És aztán az egyik alkalmazottjuk, az egyik kolléganő kapta valahonnan, állítólag külföldről valahonnan küldték neki. És kipróbálta az asszony, és nagyon jónak találta, bevitte másnap a gyárba, és a többi is nagyon jónak találta. Hát például várjon, majd mindjárt megmutatom, csak ennek egy kicsit gyöngyel a ideje. Forduljon csak. Na, akkor masszírozás kör. Ó, ez tényleg nagyon jó. Igazi gerincmasszírozó. Igen. Hát most gondolja meg, hogy például azok az asszonyok, akik egész nap hajolva dolgoznak a gép mellett. Igen, vagy ugye ülő munkát folytatnak. Na most persze, hogy az asszonyoknak mindjárt többinek is kellett volna, de hát ilyet nem lehet kapni, hát ilyet nem csinálnak talán Magyarországon sehol se, mert ezt csak faesztergán lehet megcsinálni. Igen. Úgy, hogy mindjárt azóta csináltam nekik, vagy 20 darabot. És ez nagyon áldásos. Csak hát ugye ez szó volt róla, hogyha fiatalabb volnék, esetleg reklámoznám, de hát már én csak egy pár darabot csinálok ilyesmiből, de csinálom. Hát Lajos bácsi, egyszerűen fantasztikus, mit mondjak, a hordótól a gerinc masszírozóig, ehhez nagyon nyitott embernek kell lenni, hogy valaki... Hát, nagyon szeretek, egyszerűen nem bírok munkanélkül lenni. Uh-huh. És például itt van ezekből meg szoktam csinálni ilyen kis virágállványt. Igen, igen. Igen. Az most itt nincsen készen, de esetleg lehet, hogy van valahol. Na mondom, ez. Hogyha reklámolnám, tudom, hogy nagyon lenne rá kereslet. Mert egyszerűen, hát például benne van a vagy megmutatom mindjárt egy újság, egy nőklapja,
Abba ez benne van, mint ilyen... Direkt, ilyen masszor. Idegcsillapító, de nagyon jó is. Tényleg. Mondjuk a kamer... Jó. Jó, akkor Lajos bácsi, üljünk még ki, jó? Aztán ott akkor még ülve tudunk még beszélgetni egy kicsit, mert körbejártuk már itt a műhelyt. Igen. Na most még bemegyünk, mindjárt ennek megmutatom a kézi. Gyere, csak utána. Nem tudom, beér-e oda. Meddig érünk el? Ilyen magyar, és ehhez már például nagyon élik ez. Ilyen magyar, a feleségem nagyon szerette a kézi munkát, meg a magyar dolgokat. És aztán úgy csináltuk ezt a szépet, azt a mindent hozzá. Meg ez a rész. Itt van én. Ehol van. Igen. Csak nem tudom, hogy egyáltalán hol csinálják. Csinálja valaki? Igen, lehet, hogy... Lajos bácsi. Említette, hogy végülis azért lett kádár, mert hiszen az édesapja is kádár volt, de igen. Mi kellett ahhoz, hogy valaki kádár lehessen abban az időszakban, abban az időben? Tehát el kellett végezni valamilyen iskolát, vagy így azért nem volt nagyon muszáj, mert hiszen lehetett tanulni a szülőktől? Hát ugye abban az időben bizony nem nagyon volt iskola. Mondjuk mi esetleg annyiból kivételek voltunk, ugye, hogy akkor már volt rá lehetőség. Mi például mi mind a hárman abban az időben kijártuk a 4 gimnáziumot, és úgy lentünk inasnak. Uh-huh. Egyszerűen inasok voltunk, hát mondjuk már én, mint odahaza voltam inas az apámnál, rendesen megvan a segédlevel is, de fele tudja, hogy ott valahol nem akarok abban már időt tölteni. Ugye nekem nem kellett csak 2 esztendeig lenni inasnak. Uh-huh. Utána segédlevelet kaptam, és aztán avval, és például szokás volt az abban az időben, hogy ha valaki még odahaza tanult is, akkor is el kellett menni másfele. Más tertől is tanulni. Igen, más lehetőség. És Lajos bácsi merre járt? Én is dolgoztam Debrecenbe, Karcagon, Békés Csabán, Kécskén. Mindenhol egy-egy mesternél. Mindenhol egy-egy mesternél, igen. És ellesni a fogásokat, ugye? Meg ellesni. De mondjuk, hogy dacárannak, hogy még ha talán én jobban is tudtam, mint az. De akkor is úgy hozta az illem, hogy el kellett menni dolgozni. És mikor lehetett valaki mester? Hány év után? Hány év után? Ilyen végig dolgozni? Három évi segéd után kapta meg a mesterlevelet, mesterre. Tehát ugye 2 évig volt inas, és 3 évi igen, segéd, de ugye? Például, akinek nem volt iskolája, csak a 6 elemje, akkor annak 3 évig kellett inasnak lenni. Uh-huh. Akkor annak több időt kellett... Annak 3 évig kellett inasnak lenni, igen. Aha. Lajos bácsi, a
mert hiszen két háborút is megért Lajos bácsi. Igen. A háborúk idején is, mint kádár, vagy? Mint kádár, igen. Tehát ez mit jelentett, hogy sikerült elkerülni a besorozásokat, vagy katonaként is kádár? Olyan érdekes volt például, hogy 24-ben, vagy 20, már nem is emlékszem pontosan, amikor én 20 éves voltam, akkor nem kellett katona. Uh-huh. Abban az időben nem kellett katona. Akkor csak de aztán például már az öcsém, az öregebbik öcsém 4 évvel volt fiatalabb, abban már rendesen katona volt. Nekem nem kellett katonának lenni, és nem is mentem el. Akkor ez egy szerencse volt. Igen. Ez egy nagy szerencse volt. Így. Nem kellett katonának lenni. Lajos bácsi, a háború után ugye tulajdonképpen egy másfajta rendszer, a második világháború után egy másfajta rendszer volt itt az országban, akkor hogyan lehetett kádármesterként dolgozni, vagy termelőszövetkezetesítés elérte Lajos bácsit, és igen, ugyanúgy dolgozni? Természetesen. 52-be megalakítottuk itt a KTS-t, uh-huh, és én abba bele is léptem természetesen, mert hát kellett is a gépekkel belépni. Igen. Aztán 56-ig volt ez a KTS együtt, akkor széjjel ment, akkor egy évig stagnált, de utána csak összejött a KTS. Újra. Újra. Én már akkor nem léptem bele, hanem akkor mentem át dolgozni Bögre 6 esztendeig. Igen. És gondolja meg ezt a útat, mert például Bög a Tiszán túl van. Igen. Úgy, hogy én minden reggel keresztül mentem a Tiszán, hogy a munkahelyre jöjjek, és visszafele keresztül jöttem a Tiszán, csónakkal, meg kompal, hogy hazajöjjek. Révnél? Nagy Révnél? Nagy Révnél. Uh-huh. Igen. Hát akkor egészen korán kellett kelni, hogy idejében. Hát bizony. Éppen 7 órakor odát kellett lenni Bögön. Uh-huh. És utána a 6 év eltelte után, akkor a 6 év eltelte után már untam is a dolgot, és aztán, hogy a nyugdíjam meg legyen, mert ugye meg lesz a 10 esztendő, legyen 10 év, az itteni gépjavítóba az asztalos elment katonának, az egyik, és a másik helyet én beléptem ide, uh-huh, dolgozni, és itt dolgoztam 2 esztendeig, úgyhogy 67-be nyugdíjba mentem, azóta nyugdíjba voltam. Nyugdíjasként, de kemény munkával, ugye? Nyugdíjasként dolgoztam egészen a 91 éves koromig. 91 éves koromba kaptam egy csomagot a szolnoki egészségügyi visszahívásra. Na mondom, valamivel kitüntetnek. Uh-huh. És kitüntettek egy ekkora bevallásívvel, meg ekkora befizetési lappal, hogy amit keresek, annak 10%-át küldjem be nekik, hogy ők is boldoguljanak. Hát erre aztán én fogtam az iparigazolványomat, és szépen letettem a polgármester asztalára. Azóta kontár vagyok. Hát, Lajos bácsi. És mint kontár csinálom ezeket, akinek kell. Uh-huh. Vagy esetleg a virágálvány. De ez már igazándiból, mint szórakozás, meg hobbi, Lajos bácsi. Én úgy látom, hogy már tényleg csak mint szórakozásként. Valóban szórakozás. Én nem tudok munka nekül lenni. Uh-huh. Uh-huh. Hát, Lajos bácsi, köszönjük szépen a beszélgetést, meg köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Nagyon örülök. Sok-sok olyan dolgot láttunk, meg tanultunk, legalábbis én, remélem, hogy a kedves nézők is, amit eddig nem láthattak. És igen, ha eddig Lajos bácsit nem ismerték volna, akkor egy igazi fiatalos idős embert ismertek meg. Úgyhogy hát Lajos bácsi, még 100 évet kívánok ilyen. Hát köszönjük szépen. Van, nem már, nem teszi tudni, teher van ez. Uh-huh. De hát megvagyok.
Hát, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt lehetünk, Lőcs bácsi. Nos, tulajdonképpen önök, hogy szabad lennem, kinek a megbízásából vannak? Hát azt már leveheted, hát ez már nem kell. Tehát ez a helyi kábel tévé, a Cibakházi. A Cibakházi kábel tévé, tehát ez majd itt ja, igen. Igen. Úgyhogy majd itt lehet majd igen. látni, vagy nézni, hogyha be van kapcsolva majd. És úgy, hogy mondhatom, hogy nincs Cibakházán egy ház, ahol nekem ne volna valami munkám. Akar hordó, akar kád, akar ilyesmi, akar kerítés, amit ugye a szalafűrésszel, gyalogéppel csináltam. Akar egy virágálvány, akar mi. Csak nyugodtan mondhatom, hogy nincs Cibakházán egy ház, ahol nekem ne volna valami munkám. És nyugodtan mondhatom, hogy ezen a kapun, vagy a másikon, ahol laktam, nem ment ki ember, aki nem megelégedve bent volna ki. Aki ne azt mondta volna, hogy köszönöm, mester úr. El is hiszem. Ez is nagy szó. Igen. Igen. Menjünk fel innen. Jó, még majd csinálj külső vágóképet, és menet közben összepakolunk aztán. Köszönjük szépen még nagyon egyszer, szívesen. Jó?